Első díjat nyert a Soproni Levéltár kiadványa, a Sopron Város Történeti Atlasz, a Szép Magyar Térkép pályázaton. A Lázár Deák Térképészeti Alapítvány és az Országos Széchenyi Könyvtár által kiírt verseny 15 éves múltra tekint vissza. Rövid híreink következnek. Városunkban tavaly nyáron mutatták be a Magyar Várostörténeti Atlas sorozat első darabját, amely a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság kutatási programjának keretében készült el. A Jankó Ferenc, Kücsán József és a Sopronért emlékéremmel kitüntetett Sende Katalin által szerkesztett Soproni Várostörténeti Atlasz többek között a város határát és környezetét ábrázoló térképeket tartalmaz, amelyekhez történeti topográfiai tanulmány is készült. A Győr-Moson-Sopron megye Soproni Levéltára kiadványa a Szép Magyar Térkép pályázaton a Tudományos Térképek és Atlaszok kategóriában nyerte el az első díjat. Az értékelés szerint a nemzetközi várostörténeti sorozatban megjelent első hazai monográfia térkép mellékletei kitűnően támogatják a város fejlődését leíró szöveget. Igényes és magas színvonalú grafikus és nyomdai kivitelükkel jelentősen emelik a kiadvány tudományos értékét.